Jó napot kívánok! Ungi Simon Monika vagyok, a Kiskunmajsai Szakorvosi Rendelő főnővére, illetve az Egészségfejlesztési Iroda munkatársa. A mai témánk az öngyilkosság. Szeptember 10-e az öngyilkosság megelőzésének a világnapja. Ennek apropóján szeretnék néhány gondolatot megosztani. Mi is az öngyilkosság? Az a cselekedet, amikor valaki szándékosan önmaga halálát okozza. Azt gondolom, talán mindenki családjában vagy tágabb környezetében van olyan, aki öngyilkosságot követett el. A statisztika azt mutatja, hogy rengeteg ember vett véget önkezével az életének. Mi lehet az oka az öngyilkosságnak? Itt említik a mentális zavarokat, a depressziót, az alkoholizmust, a drogfüggőséget, az anyagi nehézségek, a kilátástalan jövőkép, a kapcsolati problémák. Ez mind okozhatja azt, hogy egy ember úgy dönt, hogy akkor ott véget vet az életének. A statisztika szerint a befejezett öngyilkosság az inkább a férfiakra jellemző, az öngyilkossági kísérlet nagyobb számban pedig a nőknél fordul elő. Nyilván az élet végén tudjuk eldönteni, hogy ez csak kísérlet volt, vagy egy befejezett öngyilkosság. A leggyakoribb öngyilkossági formák azok az önakasztás, a mérgezések, illetve a lőfegyver. Azt gondolom, hogy vannak figyelmeztető jelek. Ezt a szakirodalom úgy írja le, hogy cry for help. Tehát vannak ilyen jelek, amiket az egyén, mielőtt ezt a tettét megtenni, a külvilág felé segélykérésként közvetít. Az viszont lehetséges, hogy csak utólag fogjuk észrevenni, hogy ezeket a segélykéréseket mi nem vettük igazán komolyan. De van nagyon egyértelmű jel, azt gondolom, amire érdemes figyelni. Az például az, amikor egy egyén elkezd arról beszélni, a halálról, az elmúlásról, vagy többször hangoztatja, hogy mindenkinek jobb lenne, ha én nem lennék itt, könnyebb lenne az életetek. Ezek mind jelek. Vagy pedig elkezdi beszerezni azokat az eszközöket, amivel a tettét végre akarja hajtani. Gondolok itt például akár a lőfegyver vásárlására is, bár ez nyilván szigorú szabályokhoz kötött nálunk. Hangulati zavarok jellemzik. Hol lent, hol fönt, ez nagyon jellemző. Az viszont nagyon fontos, hogyha volt már korábban öngyilkossági kísérlete, akkor még inkább komolyan vegyük ezeket a jeleket, amiket küld a külvilág felé. És akkor is, hogyha a családban már bárki öngyilkosságot követett el. Elveszítik a jövőképüket, és igazából azt gondolom, hogy ők nem meghalni akarnak, csak ebben a szituációban nem tudnak tovább élni. Megjelenik az önutálat. Elrendezik az ügyeiket ezek az emberek. Itt az alatt például azt értem, hogy végrendelkeznek, vagy olyan tárgyaikat elajándékozzák, ami nagyon kedves volt nekik. Ezek mind árulkodó jelek, erre figyelnünk kell. Váratlan látogatásokat tesz olyan embereknél, akivel azt gondolja, hogy lezáratlan ügye van, vagy telefonos beszélgetést kezdeményez. Figyelnünk kell ezekre. És aztán, amikor azt gondolom, hogy eldöntött tény lesz, hogy az öngyilkosságba menekül valaki, akkor hirtelen egy ilyen megnyugvás, egy figyelhető meg az egyénen. Nagyon fontos feladatunk, hogy ezeket az embereket ne hagyjuk magukra. Ha egy picit is azt látjuk, hogy valaki megváltozott, vagy másképp viselkedik, mint ahogy eddig. Például, csak egy példa, eddig nem sminkelte magát, de most elkezdte sminkelni magát, vagy eddig nyitott volt az emberi kapcsolataira, most visszahúzódik, akkor figyeljünk oda. És a szakirodalom azt mondja, hogy meg lehet kérdezni egyenesen ezt az egyént, hogy gondolta az öngyilkosságra. Nyilván nem vagyunk pszichiáterek, nem vagyunk szakemberek, segítséget kell kérnünk, akár a házi orvostól, vagy pszichiátertől, és nyilván ezeket a gondolatait meg kell próbálni elterelni az embereknek az öngyilkosság felől. Azt mutatja a statisztika, hogy rengeteg fiatal ember dobja el magától az életet. Azt gondolom, hogy azért is van talán így, mert a fiatal tinédzsereknek, illetve a fiatal felnőtteknek nagyon sok új konfliktus helyzettel kell megbirkózniuk. Gondolok itt például arra, hogy a tinédzsereknek még nem kiforrott a személyisége. Nyilván nem tudnak egy-egy konfliktust még olyan módon megoldani, mert nem tanulták, mert még nem találkoztak ezzel a problémával. A szülőnek nagy felelőssége van ebben is, hogy igenis, hogy figyeljen oda a tinédzser körül gyermekére, de mindenkire nyilván.
hogy ha azt látja, hogy valami, hogy valami nem jó, ha nem, érzi, nem látja olyannak a gyerekét, mint előtte, akkor igenis, hogy figyeljen jobban és kérdezzen rá. Nagyon fontos a kortársak szerepe. Itt nem csak a szülőre gondolok, hogy ő figyeljen, hanem a gyerekek figyeljenek egymásra is. Nem olyan régen, nagy meglepetésemre, fiatalok filmet forgattak az iskolai zaklatásról, és hogy egy gyerek pont ezért megpróbált eldobni magától az életet. Nagyon-nagyon jó volt látni, hogy a fiatalokat is érdekli ez a téma, foglalkoztatja őket, hogy ők, mint kortárs csoport, mit tehetnek azért, hogy valaki ne ezt a döntést hozza meg az életében. Nyilván a felnőtteknél is, amikor valaki új munkahelyre kerül, vagy leválik a szülőkről, és önállóan kell eltartania magát. Ezek mind olyan konfliktus helyzetek, vagy olyan helyzetek, amivel meg kell tudni birkózni. Fontos szerep, azt gondolom, ismét a társaknak, a szűkebb, tágabb környezetnek, hogy figyeljünk egymásra. Nyilván az időszak nem arról szólt, hogy állandóan a szomszédot nézzük, hogy mit csinál, vagy hogy összejárjunk bárkivel. De fontos, hogy ezeket ismét hozzuk előtérbe, hogy figyeljünk oda a szomszédunkra, hogyha nem láttuk, vagy másmilyennek látjuk, mint eddig, akkor tudjon valakihez fordulni. Fontos, hogy megálljuk azokat a rekreációs tevékenységeket, amivel a stresszt ki tudjuk magunkból valamilyen módon űzni vagy csökkenteni, mert ezek mind segítik azt, hogy az ember ne gondolja azt, hogy az életben nincs tovább, hogy nincs jövőkép, hogy nincsenek célok. És nagyon fontos, azt gondolom, a mentális egészség mellett a testi egészség megtartása is. Végszóként mindenkitől azt kérem, hogy egy kicsit jobban figyeljünk oda az embertársainkra, a szomszédra, a barátainkra, és hogyha azt látjuk, hogy segítséget kér, akkor legyünk nekik ott, és előzzük meg azt, hogy ezt a tettet megtegye bárki is, hisz itt a megelőzésen van a hangsúly. Köszönöm szépen!